Október 4-én vasárnap az egykori hadifoglyokra és az elhult szoltakra emlékeztek meg az egybegyűltek a Hősök ligetében felállított Málenki robot emlékműnél. A Szent Kereszt templom felújítása miatt ebben az évben a gyászmise elmaradt. A megemlékezésen Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd közös mise hangzott el dr. Huszka Mihály katolikus plébános közreműködésével. Sajnos már nem nagyon lehetnek köztünk azok, akik ezt a szörnyű dolgot megélték, ezt a Málenki robot hadifogság, ki milyen néven illeti szörnyű eseményt. Mi azért azt gondoljuk, hogy ezzel az emlékszoborral, ezzel az emlékművel a későbbiekben is mindig emlékezhetünk ezekre az emberekre, akik innen vecsésről lettek elhurcolva, és ezt a szörnyű tragédiát meg kellett, hogy éljék. Köszönöm azoknak is, akik, mint hozzátartozó utódok eljöttek, és emlékeznek együtt közösen azokra az emberekre, azokra a férfiakra és nőkre, akik ezt a II. Világháború végén meg kellett, hogy éljék, akiket teljesen irreális módon elhurcoltak a Szovjetunióba, és ott kényszermunkára kényszerítették több hónapig, egyeseket több évig. Kérem, hogy mivel mise nincs, imádkozzunk együtt, felkérem dr. Huszka Mihály atyát, hogy vezesse le az imát. Egy évvel ezelőtt ugyanígy, egy szép, akkor éppen szeptemberi vasárnap délután volt, amikor a püspök atya megáldotta, és az államtitkár úr is itt volt, és fölavattuk ezt az emlékművet, az emlékezésnek a kőszobrát, amely majd dacol az idővel, és hirdeti azt, hogy nem szabad elfelejtenünk ezt a szörnyűséges eseményt, és a megemlékezésünkkel, imánkkal kérjük a Jóistent, hogy ilyen esemény többet ne történjen, és azokban, akiknek a szívében még fájdalom van, és a szenvedés emléke ott van, az imádság segítse minnyájunkat. A közös imádság után Gombos Gyula, a Grassalkovics iskola 8. C osztályos tanulója mondta el ismeretlen szerzőtől a Könyörgés című verset, majd az iskola énekarosai következtek. Könyörgés. Hozzád fohászkodom, drága jó Istenem, segíts meg még egyszer innen hazatérnem. Segíts meg, hogy lássam még egyszer gyermekem, kedves jó szüleim, meg a feleségem. Nem egyéb ez itten, mint pokloknak pokla, ahol ember egymást, mint vadállat falja. Testem úgy kiszáradt, mint az aszalt gomba, nem csoda, hisz nincs itt az embernek kosztja. Mint kiáró disznó, ha olyat tehetnék, vagy a kóborkutya kosztjában osztoznék, 36 kilónál akkor több lehetnék, akkor bizony innen én hazamehetnék. Drága jó szűzanyám, hozzád is esdeklem, segíts azt a napot életben megérnem, hogy megmenekülhessek gonoszok kezéből, mikor megszabadulok ettől az éhségtől. Talán a pokol sincs ennyire kegyetlen, ennyire pusztító, ilyen embertelen, mint ezek köröttem, az Isten tagadók, kik tagadják léted, téged mindenhatót. Könyörgöm hozzád, Szentlélek Úristen! Vadállati voltuk, változtasd meg itten, de nem csak a lágerben, az egész világon. Ne legyen vak tovább, végre megváltozzon. Nyisd ki a szemüket, konok eszméket, oszlasd el tévhitük gyenge elméjüket. Változtasd emberré állati voltukat, ne üssék mindenbe bele az orrukat. Hozzád fohászkodom, drága Jézusom, oltalmazd bennünket, segíts a sorsunkon. Segíts meg, hogy lássam még egyszer gyermekem, öreg szüleim, kedves feleségem. Denn du wirst schon weitergehen. Bleib bei mir und geh nicht fort, an meinem Herzen ist ein bester Ort. Bleib bei mir und geh nicht fort, an meinem Herzen ist ein bester Ort. A megemlékezés a Hősök ligetében a koszorúzással ért véget.